Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu, BenQ. Sziasztok, Vendi vagyok, és ti pedig a Restartot látjátok. Informatikai segítség nyújtó műsorunk szokásos hétköznaponkénti 5 és 6 óra közötti kiadása. Így van ez most is, bár ugye hosszú hétvége. Hát én ünnepnek nem nevezném, mert minden esetre megemlékezés napja van. Ettől függetlenül remélem, hogy egy páran azért itt vagytok a képernyő előtt, és én pedig megpróbálok informatikai kérdéseket boncolgatva a ti segítségetekkel természetesen problémákat megoldani. Ma is fenn vagyunk ugye a Facebookon, mint ahogy általában, amely kicsit kaotikus állapotokat, hát nem is tudom, mutat, vagy legalábbis én itt napok óta próbálom, küzdök a Facebookkal, maradjunk ennyiben, valamiért nem igazán akar menni. Lekopogom most az adás előtt egy fél órával, sikerült megoldanom a problémát. Úgyhogy többeknek, egyébként már többen jeleztétek felém, mert én is megkérdeztem a Facebookon is, hogy ismerősöket is, hogy mindenkinél minden rendben van. Sőt, mi több, még a szolgáltatónkkal is beszéltem, hogy ők érzékelnek-e valamiféle problémát, és hát nem. A következő a helyzet, aki ezt esetleg azt tapasztalja, hogy nem töltődik be a Facebook, vagy időnként nem frissül, megszakad a chat, nem mennek el az üzenetek, nem frissülnek a képek, stb. Nálam az a megoldás lépett érvény, meg két dolgot is csináltam, és most többé-kevésbé működik. Az egyik az, hogy a titkosítás, tehát a HTTPS-es, úgynevezett SSL-es titkos csatornán futó böngészést kikapcsoltam a Facebookban, és csak a sima HTTP alapú, tehát a nem secure változata van most nálam bekapcsolva. Hát ez ugye nem túl biztonságos, viszont legalább működik. Tehát én úgy érzékelem, hogy a bizonyos felhasználóknál ezek szerint, mert hogy ez nem hálózatokat érint, hanem inkább felhasználókat, én úgy vettem észre, valamiért ez az SSL-es kapcsolat nem akar normálisan működni. Úgyhogy szerintem ezzel van valami gond, méghozzá a Facebook oldalán, és reméljük, hogy ezt hamarosan javítani fogják. Minden esetre idéglenesen nálam megoldotta az a problémát, hogy kikapcsoltam az SSL titkosítást, tehát a titkos biztonsági csatornán keresztüli böngészést. Mondom, ez nem túl biztonságos, de legalább működik, úgyhogy egy-két napra, amíg csak megoldják most már a problémát, addig talán így jó lesz. A másik, ami érdekes lehet, ezt is megcsináltam, nem tudom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy működjön a történet, de a fiók beállításoknál, a biztonságnál találtak egy olyan opciót, hogy mindjárt mondom is nektek pontosan, hogy aktív bejelentkezések, azt hiszem így hívják. Jó, hogy elkiabáltam egyébként, mert most hogy rá... Na, oké, aktív bejelentkezések, így van. És az aktív bejelentkezéseknél nekem, én 14 helyről voltam elvileg bejelentkezve. Persze meg lehet nézni, hogy mik ezek a helyek, sőt, egyenként ki lehet dobálni ezeket a helyeket, tehát meg lehet bontani a kapcsolatot. Hogy miért marad beragadva, mikor minden esetben az ember ugye kijelentkezik, vagy becsukja a böngészőt, tehát idő után time-outolni kéne a dolognak, ezt nem tudom. Minden esetre ezeket is kitörölgettem, tehát lehet, hogy ez is hozzájárult ehhez. Ti is próbáljátok ezt ki, akinél ilyen hiba esetlegesen fennállna. De úgy látszik, hogy nem ez feltétlenül a probléma, most megint nem működik egyébként a dolog. És lehet egyébként ebben valami hálózati probléma is, ugyanis érdekes módon például egy másik hálózatról böngészve a Facebookot, ahogy most egyébként ezt meg fogom tenni, már csak azért is, hogy lássam a hozzászólásaitokat, mert ez így nem az igazi. Ezért bejelentkezek egy távoli gépre, ezt nektek most feltétlenül nem kell látni, és innen fogok Facebookozni, mert innen működött a dolog, mindenféle probléma nélkül, mert ha jól láttam, másnak is van hasonló problémája. Úgyhogy hát várjuk a megoldást, mondom, nekem eddig működött, most nem működik, úgyhogy kénytelen vagyok távolról belépkedni és távolról figyelni az eseményeket, madártávlatból, mondjuk így. Jó, na, hogyha valakinek hasonló probléma, vagy tud esetleg megoldást, akkor természetesen várjuk a hozzászólása itt, távoli asztalról fogjuk használni akkor a Facebookot.
Egyébként, ha jól láttam, akkor Norbinak is ugyanez volt a probléma. Írt, hogy hello Wendy, én is észrevettem, hogy mostanában vagy pár napja, vagy pár hete rosszalkodik a Facebook. Mitől van ez? Talán a sok felhasználótól, mert eddig nem voltak bajok vele. Nem tudom, én sem mondom. Én is ugyanebbe a cipőbe járok, meg ha jól látom, akkor Andrew is, mert ő is itt erre reagált, erre a posztra. Hát reménykedjünk, hogy hamarosan megoldják ezt a problémát. Van, akinél tök jól működik, van, akinél nem. A szerencsétlenebbek közé tartozom ezek szerint én is, meg hát akkor akinél nem működik szintén. Oké, vannak egyéb elérhetőségeink, ezeket is azért elmondom így a műsor elején. Van egy telefonszámunk 44513 49-es, ezen keresztül hívhattok természetesen. Aztán fenn vagyunk a Facebookot már mondtam, facebook.com/fixhd, ezen keresztül is lehet írni nekünk a közösbe, és akkor látjuk egymás üzeneteit, és lehet ott is reagálni egymásnak is a különböző hozzászólásokra. Ha bárki bármilyen érdekes híreket, információt talál, akkor nyugodtan meg lehet ezt is ott osztani. Fenn vagyunk a Skype-on is, lehet minket partnerként jelölni, tv.fixhd, ez a Skype-os elérhetőség. Egy mikrofon, illetve egy webkamera segítségével be lehet jelentkezni a műsorba. Tegyétek nyugodtan ezt meg, hogyha kérdésetek van, vagy csak hozzá szeretnétek szólni, vagy unatkoztok, vagy bármi, akkor nyugodtan tessék jönni és kérdezni tőlünk. Van egy weboldalunk www.fixhd.tv, itt pedig ugye a televíziónk műsora folyamatosan élőben figyelemmel kísérhető. Aki pedig esetleg lemaradt volna valamelyik műsorról, akkor a videótárból ezt tudja pótolni. Ugye a mobilos streamünket már el sem kell mondani, m.fixhd.tv. Arra alkalmas okos eszköz segítségével már is elérhető a televíziónk élő adása, tehát tudjátok mobil segítségével is nézni a műsorunkat. Jó, Tamás írja, hogy neki semmi hibája. Mondom, ezek olyan dolgok, hogy van, akinél hibázik, van, akinél nem hibázik, ennyi. Tehát, és sőt, hálózatfüggő is, mint mondtam, mert távoli asztalról semmi problémája nincsen, és például bizonyos hálózatokról meg van. Úgyhogy ennyit tudok hozzászólni ehhez. Jó, kezdjük kérdésekkel, aztán persze hírek is lesznek. Érdemes nézni a műsort, a műsor vége felé majd sorsolok egy egér alátétet is, úgyhogy ezért is érdemes nézni a műsort. Most ilyen kicsit ilyen akadozik a sorsolásunk, tehát néha van ajándék, néha nem, majd mindig a műsorban mondom el éppen aktuálisan, hogy most lesz-e nyereményjáték vagy sem. Ma lesz nyereményjáték, úgyhogy érdemes nézni a műsort és figyelni a híreket, hiszen ezekből fogok általában szemezni a kérdések kapcsán, és aki helyesen válaszol a megfelelő kérdésre, akkor nyerhet egy ilyen egér alátétet a fényképes endégtárgyak.hu felajánlásából. Kelemen Lacival kezdjük. Szia Wendy, mennyire megbízhatók az ingyen SMS küldő oldalak? Hát és itt írtál is egyet. Rengeteg ismerősömnél látom ezt kin a Facebookon. Ez nem valami adathalász oldal? Nyugodtan lehet használni, ennek nincs veszélye? Őszinte legyek, Laci, valamelyet biztos adathalász. Tehát megadod a telefonszámot, amiről küldöd, meg amire küldöd. Tehát ott ez azért bekerül valamilyen rendszerbe, hogy ezzel mennyire élnek vissza, vagy mennyire használják fel ezeket az adatokat egyéb célokra, ezt én nem tudom neked megmondani. Én bevallom őszintén, nagyon-nagyon-nagyon régen még próbálkoztam ilyen ingyen SMS küldő lehetőséggel, amikor még a szolgáltatók csináltak ilyet, tehát nem ilyen mindenféle megbízhatatlan oldalakon, bár teszem az, hogy voltak külföldi oldalak is, amikről lehetett SMS-t küldeni, ezt a legtöbb mobil szolgáltató ki is tiltotta itt Magyarországon, mert ugye hát nem éri meg nekik hálózati forgalmat generálni, gyakorlatilag ingyen, hiszen az ő hálózatukon bonyolódik a forgalom, mégsem tudnak ebből hasznot húzni, hogy az SMS-ek azért elég tetemes részét képezik a hálózati forgalomnak, és nem kevés pénzbe kerül egyébként az SMS, mind a mai napig nagyon drága egyébként, teszem hozzá, tehát Európában nálunk a legdrágább az SMS-ezés még mindig, pedig most már azért konszolidálódtak valamelyest az árak, de még mindig nagyon drága. Tehát nem csodálom egyébként, hogy sokan ilyesmire, hát nem azt mondom, hogy kényszerülnek, de próbálnak ezen is spórolni. De én úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor már okostelefonok, meg Viber, meg Facebook, meg minden van, tehát azonnal üzenetküldő lehetőségek vannak a telefonokra, nem tudom, mennyire éli fénykorát ez az SMS küldő történet, én szerintem ez már nem, de ez már nagyon lecsengett. Egy-ketten még biztos használják, van egy olyan érzésem, hogy reklámot is küld mellé, tehát az SMS-ben valami található pluszba, meg biztos van némi korlátozás benne. Az, hogy veszélye van-e, mindennek van veszélye, tehát ne felejtsük, hogy az ingyenesség
olyan nem létezik a világban. Tehát bármilyen furcsa is, hogy amikor ilyenekről beszélgetünk, hogy ingyen lehet letölteni programokat, meg ingyen lehet használni bizonyos szolgáltatások, az valahol igazából nincs ingyen, tehát cserébe például akár ha nézzünk egy Gmail szolgáltatást, vagy bármilyen ingyenes levelező szolgáltatást, kapod a reklámokat, ugye, célzott reklámokat, tehát ezekért cserébe használhatod végül is ingyenesen, de ha belegondolsz, ez nem ingyenesség, hanem egyfajta ilyen barter, ugye senkinek ne kerüljön ez pénzébe, cserébe viszont nézed a reklámokat, generálod a kattintással a megfelelő számokat, és ez bizonyos szinten ezeknek a szolgáltatóknak így megéri, úgymond nektek ezt díjmentesen, inkább használjuk ezt a szót, biztosítani az ilyen szolgáltatást. Valószínűleg valami ilyesmiről van itt is szó az ingyen SMS küldési lehetőségeknél is. Gondolom én jókor a korlátozással, tehát nem hiszem, hogy orba szájba lehet SMS-eket küldözgetni, szerintem ilyen napi egyet-kettőt lehet általában. Nem tudok róla, mondom igazából, mit mondani. Esélyes, hogy valamiféle adathalász oldal is egyébként. Pláne, hogy össze van kötve a Facebookkal, tehát alapból reklámozza az oldalt, tehát amikor küldesz mondjuk erről speciál, amit itt linkeltél egy SMS-t, akkor az alapból megjelenik a Facebookon. Nem tudom, hogy ezt manapság én hova tenném az ilyen ingyen SMS küldést, vagy azt használó embereknek a kategóriáját. Én nem, bevallom őszintén. Ha SMS-t akarok küldeni, mert nincs más lehetőség, hogy úgy mondjam, akkor elküldök egy SMS-t, nem is tudom, hogy az a 10-20 forintokon fog múlni bármi is. Egyébként meg, ha valaki nem szeretne erre pénzt költeni, akkor ott vannak az azonnali üzenet küldő szolgáltatások, amikkel teljesen ingyenesen lehet üzeneteket küldözgetni, sőt, akár beszélni is egymással, tehát nem kell már ilyen trükkökhöz folyamod, mint régen. Aztán Gergő kérdezi, Hegedűs Gergő, szia vendég, hogyan lehetne a legegyszerűbben otthoni szervert készíteni? Hát Gergő, itt az a kérdésem, hogy mit értesz szerver alatt? Mert ugye a szerver, ez egy szép és jó dolog, mindenkinek rögtön az jut eszébe, hogy azok az általános kiszolgálókat hívjuk szervernek, ugye, amik mondjuk géptermekbe, internet szolgáltató központjába található számítógépek. Sokak személyben vagy fejében ez gyakorlatilag egy egyszerű PC jelenik ilyenkor meg, ami gyakorlatilag szolgáltatásokat nyújt. Webszolgáltatást, FTP-t, file szolgáltatásokat, stb. Szolgáltatást. Hát itt az a kérdés, hogy milyen jellegű szervert akarsz. Lehet média szervertől kezdve az imént említett webszerverig bármit készíteni, és erre valóban alkalmas egy egyszerű mezei PC is. Szoftver kérdése ugyanis gyakorlatilag a szerver, mint úgy, legalábbis a hagyományos értelembe vett szerver, mert azért egy komolyabb internet szolgáltatóknál mondjuk, hát gyakorlatilag igen, szolgáltatóknál azért a szerver az nem feltétlenül egy asztali számítógépet jelent, hanem egy komplexebb, kicsit mondhatni, hogy célhardvert, ami több processzoros, redundáns tápellátással működő, hát biztonságos rendszert jelent gyakorlatilag, amin szintén szoftverek oldják meg azt, hogy nem kliens oldalon mondjuk egy böngészőt használsz, az egy kliens, ugye, amikor te egy szerverrelhez kapcsolódsz, és a böngésző segítségével megjeleníted az adatokat. Na most ez az a szerver az, ami gyakorlatilag ezeket az adatokat szolgáltatja, tehát ez jelenti a szerver funkciót, mint úgy. Mondom, fizikailag ezt akár el lehet képzelni egy asztali PC-nek is, de általában ezek nagyobb teljesítményű számítógépek, hogy ugye sok felhasználót ki tudjanak szolgálni. Tehát itt kicsit konkretizáld a kérdésedet, hogy milyen jellegű szervert szeretnél otthon, mert teszem hozzá egyébként, valamilyen szinten az otthoni, tehát a végfelhasználói internet kapcsolatoknál nem nagyon preferálják a szolgáltatók, ha te szervert üzemeltetsz. Hiába most már óriási sávszélességek vannak, azért nem arra való az otthoni internet, hogy azon te kiszolgálót létesíts, mert ilyen egyszerűbbet, pár felhasználós, mit tudom én, MP3 szervert, vagy valamit, tehát hogy zenét mondjuk sugárzol, vagy ilyesmi, ez még úgy belefér, de nem nagyon preferálják ezt azért a szolgáltatók túlságosan, hiszen ezzel nagyon le lehet terhelni a vonalat. Tessék? Le lehet. Hát persze, hogy le lehet. Jó. Aztán Laci van itt velünk. Hi.
Van egy alaplapom, és egy E7600-as kétmagos proci. Feltolom a 64 bites Windows 7-et, és nincs hang. Mindenféle drivert próbáltam, mi lehet a baj? A vas tudja a 64 bitet, nem értem, légy, segítsetek, Laci. Hát Laci, föl kéne menni a gyártó oldalára először is, ugye, az alaplapod típusát rákeresni, ugye a gyártójának az oldalán, és ott megnézni az illesztő programokat, hogy egyáltalán mit támogat. Persze, ha a processzor szinten támogatott a 64 bit, akkor maga az operációs rendszer fel fog menni, de ugye van egy olyan általános, vagy van egy olyan átmeneti, volt inkább úgy mondom egy olyan átmeneti időszak, amikor bizony a régebbi típusú alaplapokhoz, amikre mondjuk ugye integrált hangkártya van például rárakva, ezekhez nem feltétlenül biztos, hogy találtál drivert. Mert hogy régi, és nem biztos, hogy átírták, tehát nem minden driver működik. Leg lehet próbálni a 32 biteset, mert egyébként bizonyos esetekben a 32 bites driver is ugyanúgy használható egyébként a 64 bites oprendszeren, de ez nem minden eszköznél jellemző. Egyébként sajnos speciál pont a hangkártyáknál nem is nagyon jellemző, hogy működik, tehát mindenképpen csak és kizárólag 64 biteset tudsz rátenni. Tehát meg kell nézned, hogy létezik egyáltalán hozzá támogatottság. Ha nem létezik, mert előfordulhat, akkor érdemes megnézni, milyen hangkártyáról beszélünk, tehát mi a típusa annak a hangkártyának, mert elképzelhető, hogy ha egy hasonló vagy ugyanolyan chippel ellátott hangkártyának a driverét teszed fel, akkor meg fog jönni a rendszer, és életre lehet kelteni, még ha maga ez az alaplap, illetve a gyártója nem is támogatja, tehát nem adott ki hozzá drivert. Hát vagy még egy lehetőség van, ha mindenképpen át szeretnél állni 64 bitre, már úgy 64 bites Windows 7-re, és nem szeretnél feltétlenül gépet cserélni, van egy olcsóbb megoldás is, veszel egy hangkártyát. Egy egyszerű hangkártya pár ezer forintba kerül, PCI-os megoldással belerakod szépen a gépbe, olyat veszel, ami már alapból 64 bites és Windows 7-es kompatibilitással rendelkezik, és cson nélkül működni fog, az alaplapit meg egyszer letiltod. Ez az olcsóbb megoldás, de természetesen érdemes elgondolkodni, hogy itt régi gépről beszélünk. Nem tudom, mert nem ismerem ezt a típusú alaplapot, hogy ez mennyi idősnek számít, meg egyáltalán milyen minőségű, hogy úgy mondjam. De sajnos egy idő után egyébként is el kell gondolkodni azon, hogyha a régi gépről beszélünk, hogy idővel cserélni kell amúgy is. Tehát lehet, hogyha fejleszteni akarsz, és itt 64 bitezni akarsz, hogy úgy mondjam, meg Windows 7-ezni, vagy nehogy Isten Windows 8-azni most már, akkor egyébként is érdemes gépbővítésben gondolkodni. Jó, megyünk tovább. Dani szeretne megosztani velünk itt valamit. Méghozzá szeretném megosztani veletek egy hibát, amit a Nokia követett el ellenem. Még régebben vettem egy N8-asat, Symbian volt, amivel adták, egy frissítés Belle névvel, amivel nincs rendben minden, mivel nem működik a mobilnet megosztás, csak egy store-os kúkány megoldással, tehát aki rendesen szeretné a mobilet internet megosztást használni, az ne frissítsen, mert hibás a frissítés, és az ügyfélszolgálat simán közli, hogy nem működik. Köszönjük szépen a hozzászólásodat, Dani. Tehát magyarul azt jelenti a dolog, hogy a legújabb Symbiannal, a Belle nevű frissítéssel nem fog működni, tehát valamit elrontottak benne, és az internet megosztás, tehát gyakorlatilag az a lehetőség, hogy a mobilod segítségével internetet biztos is mondjuk a számítógépednek, ez a megosztás nem működik, és ezt elismert az ügyfélszolgált, és ezt akarta a Dani gyakorlatilag mondani. Oké. Vettük az infót, aki érintett a dologban, az figyeljen oda, és akkor inkább ne frissítsen. Bár egyébként nagyon furcsa, hogy nem hoznak ki hozzá valami javítást, tehát azért elég sokan használnak valószínűleg még Symbiant. Ha lefrissítik magát a Symbian operációs rendszert, akkor ez valószínűleg egy-két embernek feltűnhet, hogyha ez nem működik, tehát illene valami frissítést kihozni. Tehát igazából rákérdezhetné a Dani, hogy és mégis mikor szándékoznak esetleg ezzel valamit kezdeni ezzel a problémával. Jó. Ádám azt javasolja itt, hogy próbáljátok meg a Facebookot Internet Explorerről, mert azon működik, Mozillával és Operával nem megy.
Én úgy látom, hogy most már eléggé sokfelé különböző problémák vannak, mert én ugyan Chrome-ot használok, de egyik gépen megy, másikon nem, tehát én nem hinném, hogy ez feltétlenül böngésző függő lehet. Én úgy gondolom, hogy ez inkább felhasználó függő, tehát valami felhasználói fiókokkal lesz valamilyen probléma, vagy akár az aktív bejelentkezések, de ez ugyanúgy hozzá tartozhat, vagy egyébként függhet a felhasználótól is, hiszen ugye leköveti a Facebook, hogy ki honnan van bejelentkezve, tehát nem biztos, hogy szolgáltatói probléma, mert például pont Tamás mondta itt, hogy ő is például ugyanannál szolgáltatónál van, mint mi, vagy mint én, és nála például tök jól működik, tehát nem gondolom, hogy ez szolgáltatói probléma lenne. De például azt kell, hogy mondjam, hogy például nálam otthon, szintén ugyanaz a szolgáltató egyébként, ami itt a tévén belül is van, otthon egész jól működik, ott is vannak kisebb problémák, de tök jól megy. Itt bent viszont szinte most már néha egyáltalán nem megy, bár teszem hozzá, hogy most éppen megint igen, tehát nagyon időszakos ez a probléma. Tehát most cson nélkül frissülget, gyors is, minden. Jó, megyünk tovább. Rodi ír itt nekünk egy másik csatornának az indulásáról, ami mától elérhető HD-ben is. Köszönjük szépen, Rodi, a tájékoztatást, csak most, tehát oké, hogy sokan várták, és hogy sokan fogják nézni, legyen így, kívánunk sok szerencsét természetesen a most induló TV csatornáknak, és hagyd ne csinálj már nekik reklámot, tehát a reklámot magunknak kell csinálni, minket tessék sokan nézni, ne a másik tévét, jó? De persze a többi tévét is lehet nézni, nem erről van szó, csak hagyd ne reklámozzak már itt más televíziókat. Jó, reklámozzák ők eleget magukat egyébként is, egyik csatorna a másikat, ugye saját érdekeltségbe tartozó történetről beszélünk. Na, bocsánat, van, bement a szemembe is. Kicsit viszket. Na, Tamás, Xix Tamás, szia Wendy, hello, szeretném feltelepíteni a nyomtatómat a géphez. Beteszem a nyomtatóhoz kapott CD-t, elkezdem telepíteni, majd a közepénél kírja, hogy nem kompatibilis, nem telepíthető Win7-re. Tény, nem mai a nyomtató, körülbelül 6-7 éves. Kéne nézni egy új drivert hozzá, vagy valami mást lehet tenni? Előre is köszi. Hát mindenképp driver kell, ha valamit életre akarsz kelteni az operációs rendszer alól, ahhoz driver kell. Hát a régi nyomtatók esélyes, hogy nincs hozzá driver, meg lehet próbálni esetleg az adott gyártónak valamilyen univerzális driverét, általában mindegyiknek van valami, mert egyébként a nyomtatóknak a drivere nem egy bonyolult történet. Tehát érdemes esetleg megnézni a gyártónak egy másik driverét, hát ha azzal is életre kell a nyomtató, vagy rábízni a Windows 7-re, hogy keressen. El fog kezdeni böngészni a neten, és ha szerencséd van, akkor talál hozzá drivert. Hát ha nem talál, akkor ciki van, akkor kézzel kell valamilyen megoldást találni, amit az előbb is mondtam, tehát a gyártónak az oldalán is érdemes körülnézni egyébként, hogy van-e valamilyen megoldás. Hát ha nem, akkor lehet, hogy nem fog tudni életre kelteni. Sajnos vannak olyan eszközök, nem olyan túl sok, de azért van egy pár, amit egyszerűen nem lehet Windows 7 alatt életre kelteni. Pár TV-tuner kártya, tehát egy multimédiás eszköznél van ilyesmiről szó, hangkártyák esetében is előfordult, és nyomtatók esetében is szintén jellemző, a régebbi eszközt nehéz életre kelteni. Oké. Na, megint nem működik. Jó, akkor megyünk a remote desktopba, ott meg érdekes módon működik, tehát ezért érdekes a történet. Mihálynak úgy látom, hogy Mozilláról sincs semmi gond a Facebookjával. Jó, igazából írhatjátok, hogy kinek milyen baja van. Mondom, változó, tehát van, akinél jó, van, akinél nem. Tehát én is direkt kérdeztem ismerőseimet, van, aki szintén tapasztalta ugyanazt a problémát, amit én, van, akinél minden rendben van. Tehát ezért gondolom, hogy ez nem feltétlenül globális probléma, hanem valamilyen personalizált problémáról beszélünk itt ez esetben. Ádámnál is rosszalkodik, azt írja. Ma reggel, és hogy kérdés is van, ma reggel lett kész a laptopom, vinyócsere volt, SSD-re, olyan, mint a villám, sajnos muszáj volt szakemberhez fordulnom, mert ez nem ilyen kis ablakban lecsavar és kész, hanem darabokra kellett szedni az egészet, még a kijelző is útban volt. Hát igen, a laptopok esetében egyébként valóban némelyik laptopnak a szétszedése az nem egy egyszerű feladat.
én anyukámnak a laptopjába akartam szintén vinyót cserélni egyébként, illetve nem, bocsánat, memóriát cserélni, és egyszerűen nem tudtam megtenni. Tehát elkezdtem szétszedni a laptopot, és olyan szinten van összerakva, hogy én, mint laikus, én nem akartam azt feszegetni, de nem jött szét sehogy. Minden csavart kicsavaroztam, és egyszerűen nem lehetett szétszedni, törni meg nem akar. Lehet, hogy egyébként egy határozott mozdulattal le kellett volna rántani róla a hátlapot, de én nem akartam eltörni, úgyhogy nekem is azt kell majd csinálni azzal a gép, hogy elvinni szervízbe, mert nem akarom tönkreteni tényleg, tehát bízunk olyan szakemberekre, akik ezt jobban értenek. Úgyhogy ez előfordul. Laptopok, ugye annyira integrált eszközökről beszélünk, hogy egyszerűen ezt otthon nem igazán célszerű szerelni. Ugyanez igaz a táblagépekre, okostelefonokra is, tehát most ezeken mit tudsz szerelni? Tehát nagyítóval nem látod az alkatrészeket, nemhogy meg tudja szerelni az ember, ugye ezekben nem nagyon vannak cserélhető alkatrészek. A laptopban még inkább, tehát egy memóriát elvileg ki kellene, hogy tudjál cserélni, pláne, hogy ugye a plusz bővítési lehetőségeket általában hátra kivezetik, tehát csak egy, nem kell az egészet szétszedni. De sajnos itt a beépített memóriájában volt gond, ami valószínűleg egy hasonló memóriamodul, mint a külső, csak nincs, vagyis hát a bővíthető lehetőség, csak ugye bele van rejtve a gépbe, tehát azt máshogy kell ahhoz hozzáférni. Mondom, én sem jutottam el odáig, tehát gondolkodtam, próbálgattam, feszegettem, de nem akartam tovább feszegetni, nehogy itt eltörjem vagy van, mert akkor meg ugye hogy néz ki a dolog, hogyha, vagy utána majd nem tudom összerakni. Tehát szervíz mindenképp. Ezt tudom javasolni, úgyhogy te is jól tetted, hogy elvitted szervízbe. Azért ott akkor szakemberre van mégis bízva a dolog. Betszektoros merev lemezt lehet-e javítani valamilyen programmal, vagy szakemberre kell bízni? Ezt kérdezi szintén Tamás. Hát igazából a betszektort nem nagyon lehet javítani. Meg lehet jelölni bizonyos programokkal, például, amit itt Dani is ajánlott, ez a HDD Regenerator, például ez is egy ilyen progi, vagy akár a HD Sentinel, vagy egyéb ilyen programok képesek erre. Ez nem tudja javítani egyébként. Itt azt írja Boat, hogy low level formattal legtöbb esetben javítható, én ezt nem hiszem, tehát nem javítja, csak ott is megjelöli gyakorlatilag, tehát figyelmen kívül hagyja utána a rátelepített rendszer leíró táblába meg lesz jelölve, hogy arra a területre ne dolgozzon, így lehet javítani, tehát valamekkora veszteség lesz mindenképpen, de használható lesz utána a Winchester. Tehát ez attól függ, hogy mekkora betszektorról beszélünk, már egy-egy blokkról, tehát mit tudom én, ilyen kis egy megákról, vagy két megákról, akkor az igazából nem egy nagy probléma, csak egy gond van, ugye, és ezt mindig szoktam mondani, hogy ahol egy-két betszektor keletkezik, ott idővel sajnos több is, tehát az a Winchester már nem feltétlenül biztos, hogy megbízható, ha csak nem gyárilag is alapból betszektoros volt, mert van egy pár ilyen, pláne egyre nagyobbak, ugye egyre nagyobb teljesítmények a vinyók, simán előfordul gyárilag is, hogy egy-két betszektor található rajta. Ezek még önmagában nem jelenti azt, hogy rossz lenne, de azért érdemes cseréltetni, pláne ha újonnan veszed, mert ki tudja, később több is lehet rajta, és akkor ha már van egy új vinyód és még garis, akkor inkább cseréltesd ki, mert erre vonatkozik a cseregarancia egyébként. Oké. Ennyi. Egyébként mindenképp formázni kell hozzá, ez tény. Ahhoz, hogy egyáltalán meg tud jelölni azt a területet, tehát nem szabad ott adatnak lennie ahhoz, hogy ez normálisan tudjon működni. Jó, na, tessék még nyugodtan kérdéseket gyűjtögetni, még bőven van időnk, én addig mondok nektek egy-két hírt. Tegnap ugye elmondtam nagyjából, mert nem találtam meg magát a hírt, de szóban azért elmondtam, de megtaláltam közben magát a hírt is, úgyhogy akkor most el tudom mondani nektek részletesebben is, hogy miről van szó. Régen az Apple fanatizmus is jobb volt, ezt mondják. Tehát ugye arról beszélgettünk, hogy Nyugat-Európában és Amerikában egyaránt csökkenést regisztráltak a közvéleménykutatók az iPhone tulajdonosok márka hűségét vizsgáló elemzésekben. A legendásan fanatikus Apple rajongó táborban az első iPhone megjelenése, vagyis 2006 óta nem mutattak ki ilyen jelenséget a kutatások, de a vásárlói lojalitás a csökkenéssel együtt is megirigyelhetné szinte a világ összes cége. A Strategy Analytics felmérésében a nyugat-európai iPhone felhasználók 75%-a mondta azt, hogy a következő telefonja is az Apple-é lesz.
az Egyesült Államokban a márkaű iPhone-osok aránya 88% volt. Ezek a számok ugyan nagyon magasnak tűnnek, azonban a tavalyi ilyenkori hasonló közvéleménykutatásban Nyugat-Európában még 88, az Egyesült Államokban pedig 93%-os eredményt mutattak ki. Tehát tavaly ez még nagyobb volt ez a lojalitás, hogy úgy mondjam. Az elemzők szerint a jelenség hátterében az áll, hogy az iPhone 5 újdonságai, illetve azok gyakorlatilag teljes hiánya, csalódást okoztak a vásárlóknak, és a készülékek emiatt elég rossz, a készüléknek emiatt elég rossz a sajtója is. Erre ráerősít a nagy rivális Samsung reklámkampánya is, amiben világosan kipécézik az iPhone 5 technikai elmaradottságát a Galaxy S3-assal szemben. Mivel az iPhone 5 eladási adatain nem igazán látszik a vásárlók csalódottsága, bár a Samsung közleménye szerint az S3 eladásai is megnőttek az iPhone Premier óta, a lojalitás csökkenésének valódi oka inkább az lehet, hogy az iPhone a fanatikus rajongók státusz szimbólumából igazi néptelefonná vált. A felhasználói tábor az utóbbi években a sokszorosára nőtt, de ezzel párhuzamosan a márka hűség szempontjából viszont felhígult. Valahol ez is érthető, tehát ugye pont ez a nem tudom, a fanatikusoknak a nagy dumája mindig, hogy hát ő egyedi meg, hogy megteheti, és akkor megveszi, és stb. De hát, hogyha már mindenki megteszi, hogy megveszi, és már sok embernek van, attól már nem egyedi a történet, tehát már nem olyan kirívó ez a dolog, és ez ugye egy ilyen exponenciális csökkenést tapasztalható a fanatizmusban ezáltal. Ugye igazából ezt tárgyalják ezek a kimutatások. Azt kell mondani, hogy nagyon helyes, tehát nem szabad fanatikusnak lenni egy eszközzel kapcsolatban, mindig a legjobbat kell választani, nem feltétlenül. Persze fontos a márka, meg márka hű is lehet az ember, persze, hogyha egy adott márkát megszeretett és nem csalódott még benne. De azért gondolkodjunk, és ne fejjel menjünk a falnak, meg a marketinget zabáljuk be állandóan, hanem tessék észre gondolkodni. Jó, aztán nézzük a tábla gépek piacán mi a helyzet. Gyilkos verseny van a tablet piacon. Valamennyi fontos gyártó bemutatta már a táblagépeit ugye az idén, amelyekkel az idei karácsonyi szezonban letarolnák a piacot. A hétüvelykes szegmensben a most bemutatott iPad mini, a Kindle Fire, illetve a Nexus 7-es a legfőbb vetétársak, a 10 hüvelyeseknél inkább a platformok között dúl a harc, a résztvevők a piaci vezető iPad, az egy hónapja bemutatott Kindle Fire HD 8.9-es, és a kitörni képtelen androidos tabletek, és a héten piacra dobott Surface, illetve Nexus 10-es, illetve a többi Windows-os táblagép. Izgalmas lesz a verseny, teljes átalakulás előtt áll a táblagép piac, a következő két hónapon nagyon sok minden múlik. Az Apple is belépett a hétüvelykes táblagépek piacára az iPad minivel. Ezzel valószínűleg gyilkos verseny veszi kezdetét, és teljesen átalakul majd a piac néhány hónap alatt. Bár korábban is voltak már 7 incses táblagépek, a piacnak ez a szegmense sokáig nem volt érdekes a 10 hüvelykesek mellett. Tavaly ősszel irányult rá a figyelem, amikor az Amazon bemutatta a Kindle Fire-t. Ettől a pillanattól mondhatjuk azt, hogy a piac ketté vált a 10 hüvelykesek és a 7 hüvelykesek piacára. A Fire nagyon hamar nagyon népszerű lett, igaz, ehhez kellett egy karácsonyi szezon is. Fél évet kellett várni a következő nagyobb vetélytársra, a Google saját márkás táblagépére, ugye a Nexus 7-esre, majd ősz elején jött a megújult Kindle Fire széria jobb felbontással, erősebb processzorral, és ezek közé toppant be, most az Apple is, hogy a tervek szerint letarolja, mint ahogy eddig is tette az iPad-del ugye a 10 hüvelykesek piacát, most a 7 hüvelykes piacot is meg akarja hódítani. A táblagépek piacán az Apple iPad előtt is voltak próbálkozások, mint minden terméknél, itt is nagyon sokan maguknak követelik az úttörő szerepet. Hát ugye ezt tudjuk, hogy a 80-as és 90-es években több készüléket is bemutattak, amelyek billentyűzet nélkül működtek. 2000-ben például a Microsoft leleplezte a táblagépet tablet PC néven, ugye? Majd néhány gyártó, a Samsung, a Nokia, az Asus és a HP is bemutatott táblagépeket, vagy legalábbis
tábla laptop hibrideket. Az igazi áttörés azonban az iPad hozta meg 2010-ben. Az volt az első igazán népszerű táblagép, amit milliók vettek meg, és több gyártó is megpróbálkozott utánozni, illetve utána menni. Még abban az évben 7,6 millió iPad-et adtak el, egy évvel később a Las Vegas-i Sessen már több, ahogy az ugye egy kiállítás, mielőtt valaki itt a piára gondol, több mint 80 táblagépet mutattak be a versenytársak, de a mai napig sem sikerült igazán megszorongatni az Apple-t. Csak a Samsungnak sikerült érdemben részesedést szereznie a piacon. Először 2010. szeptemberében bemutatott 7 hüvelykes Galaxy Tab-ba, majd a 10 hüvelykes Galaxy Tab 10-essel, 10.1-essel. De nézzük, hogy mi a helyzet a jövőben, tehát hogy fognak ezek alakulni, mit várnak ezzel kapcsolatban. Az Amazon tavaly év végén hatalmas hajrával a táblagépek piacának 16,8%-át szerezte meg 4,8 milliós Kindle Fire eladásával. Ezzel a második helyre ugrott, és visszaszerezte az első helyet a 7 hüvelykesek szegmensében. Ráadásul ezt úgy érte el, hogy csak az Egyesült Államokban lehetett megvásárolni a Kindle Fire. Tehát ahhoz képest ez egy elég jó eredmény. Egy évvel később rálicitáltak saját magukra, és egy gyorsabb, jobb felbontású, olcsóbb táblagépet mutattak be, amivel végképp magukénak akarják tudni ezt a piaci szegmest. Ezt a Fire változatot már Európa több országában is meg lehetett vásárolni, így az új sorozat akár felül is múlhatja az elődje eladásait. Itt láthatunk egy táblázatot, ami annyira nem érdekes, mert igazából csak a különböző gépeknek a belső részeit írják le, hogy egész pontosan miket tartalmaz. Az Amazon bebizonyította, hogyha elég olcsó a hardware, és kiterjedt alkalmazás, illetve média bolt áll mögötte, akkor az Apple mellett is ki lehet adni sikeres táblagépet. A Google gyorsan követte is a példát, már nyár elején bemutatta a Nexus 7-et, saját 7 hüvelykes táblagép formájában. A saját táblagép azért volt fontos a Google-nek, mert bár a Kindle Fire-on is Android operációs rendszer fut, a Google gyakorlatilag ki van zárva onnan, szinte minden alkalmazás az Amazon szoftverboltjából lehet a táblagépre letölteni. A Nexus sikeresen indult, előrendelésekből volt annyi, hogy az első körben kifogyott a készlet, de hogy mire viszi, azt igazán a karácsonyi szezon fogja majd megmutatni. A Google október végén újított egy kicsit a táblagépen, 8 GB-os változat helyett 16-osat kínálnak ugyanannyiért, egyébként egész olcsó árért teszik mindezt, nem reklámoznám itt az árakat feltétlenül, bár egyébként teszem hozzá, hogy el lehet gondolkodni. Én is gondolkodom egyébként táblagépbe, itt karácsony környékén. Most, hogy a hiteleim lejártak, egy újabbat. Nem, természetesen. Majd meglátjuk, de tényleg gondolkodom, mert praktikus. A 7 hüvelykesek piacán természetesen jelen vannak a nagyobb gyártók is, de egyelőre elhanyagolható piaci részesedéssel, és ott van az Amazon egyik legnagyobb vetélytársa. Hát ezek igazából nem tudom mennyire nevezhetők táblagépnek, ugye a Nook nevű, hát inkább e-booknak nevezzük, de van belőle olyan, ami nem csak e-bookra való, ez a Barnes & Noble táblagép. Igazából próbálnak piaci árat szerezni, piaci pozíciót szerezni, mert még olcsóban adják magukat a Kindle Fire-nél is, bevallom őszintén nem is hallottam róluk, de szerintem más sem. Tehát valószínűleg nem itt Magyarországon nem valószínű, hogy majd lehet ezt kapni. Erre a még alakuló piacra lépett be most az Apple és az iPad mini-ével. Az Apple táblagépe 7,9 hüvelykes, vagyis valamivel nagyobb a versenytársainál. Fontosabb azonban az ára, ami 199 dolláros piaci árnál jóval drágább, például 329 dolláros megoldás is van belőle, ugye hát mondjuk az eléggé fel van szerelve mindennel, legalábbis ami a belső memóriát illeti, vagy a átért árat. De például a legolcsóbb verzió, meg ugye olyan szinten le van butítva ebből is, hogy gyakorlatilag a versenytársakhoz képest, amik sokkal gyorsabbak, nagyobb háttértárral rendelkeznek. Van, amelyikben nem csak wifi van, ugye? Hát még azoknál is majdnem kétszer olyan drága. Tehát ez igazából nagyon sok meghatározó, tehát nagyon meghatározó az ár. Pont nézegettem valam most itt a táblagépeket, mert mint mondtam, én is szeretnék majd vásárolni, és nagyon megoszlanak itt az árak, tehát már 30 000 forint magasságában is lehet kapni egyébként táblagépet, sőt, ha az ember ezt egy szolgáltatónál veszi valamilyen mobilnetes konstrukcióba, akkor még olcsóbban hozzájuthat táblagéphez.
Tehát érdemes ezeket is figyelni, már csak azért is, mert ugye egy táblagép is mit ér internet nélkül, tehát mindenképpen kell valami hozzá, már ha valaki mobilnetet akar használni, de ugye van erre is egy megoldás, bőven elég a wifi is, mert ha valakinek van mobilja, a mobilon megosztja az internetet, gyakorlatilag ha mele van a mobilja, már pedig általában úgyis mindenkivel mindig vele van a mobilja, akkor gyakorlatilag a mobil mobilon megosztott interneten keresztül wifi-ként csatlakozva a telefonhoz a táblagépre ugyanúgy lehet netezni. Persze nagyobb adatforgalmat fog generálni, tehát érdemes egy nagyobb csomagra váltani a mobilon is. De viszont nem kell akkor két SIM-kártya, külön mobil előfizetés, blablabla, bla, bla, tehát megvan ennek is az előnye, meg ha otthon vagy, gyakorlatilag, vagy irodában itt-ott, ahol egyébként is van wifi, akkor ugyanúgy lehet használni persze ott is, csak útközben is megoldható, mert hát a mobil, ugye az újabb generációs mobilok, tehát gondolok itt akár az iPhone-ra, akár az Androidra is tudják már ezt az úgynevezett internet kapcsolat megosztási lehetőséget Wi-Fi-n keresztül, tehát gyakorlatilag Wi-Fi hotspotként tud üzemelni a telefon, és rá lehet csatlakozni, akár egy laptoppal is, de hát akkor egy táblagéppel is. Az előrejelzések szerint a héthüvelykesek piaca 2011-es 17 millió eladott darabról idén 34 millióra ugorhat, tehát megkétszereződik. Valamiért kapós ez a héthüvelykes történet. Én nézegettem, nekem picit kicsi, tehát ha már táblagép, lehet, hogy egy picit nagyobb kéne, nem? Tehát ebből a szempontból az iPad nekem jobban tetszik, mint úgy a maga 10 hüvelykes méretével, mert az már úgy akkor, ha már számítógép, meg ha már a kezedbe fogod, és nem mobiltelefonként használod, ugye, akkor már legyen már nagyobb, hogy még jobban lásd, még jobban elférjenek rajta a dolgok. A 7 szolos az egy ilyen átmenet a mobil és a nagyobb táblagépek között, vagy a kettő között van, nem mintha nem lenne olvasható, vagy kényelmes használni, de nekem az olyan picinek tűnik. Tehát majd meglátjuk. Minden esetre kirobbanthatatlan ebből a piacból az Apple, és úgy néz ki, hogy azért az iPad mini is tarolni fog ezt jósolják itt az elemzők. És akkor még a Surface-ről nem is beszéltünk, ugye mint új szereplő belépett a piacra. Illetve nem sokára be fog lépni gyakorlatilag, de már bejelentették, és szerintem nem sokára már itthon hazánkban is kapható lesz. A Windows RT operációs rendszerrel kapható Surface táblagép, ami egyébként szintén hozza a tőle várt dolgokat, nem beszélve arról, hogy ugye Windows 8-al fullosan kompatibilisan ide-oda szinkronizálási lehetőség, áthúzható ikon, minden tud, tehát nagyon okos kis, jó kis gépről beszélünk, úgyhogy komoly vetélytársai lehet itt a már ismert táblagépeknek. Jó, ennyit a táblagépekről, ha van valami újdonság, természetesen beszámolunk róla. Telefonálónkkal folytatjuk a műsort. Halló, halló! Halló, szia, Vendi Lajos vagyok. Szervusz Lajos, parancsolj! Azt nem tudom, tudod, hogy tegnap a teljes adásidő alatt foglalt volt a telefonotok. Igen? Elsőtől az utolsó percig. Elképzelhető. Vagy valami technikai oka volt ennek, vagy sokan hívtak, nem tudom. Abba szeretném kérni a segítségedet, hogy adva van egy logikai partíció, ezt csak úgy lehet átalakítani, elsődleges, tehát rendszerre bútolható partícióvá, hogy letörlöm, újból formatálom, újból megalakítom, vagy van egyszerűbb módszer is? Hát ugye a formázás az minden esetben adatvesztéssel jár, illetve maga particionálás is. Ez nem teljesen igaz, már hogy az utóbbi, már csak azért is, mert most már lehet méretezni, gyakorlatilag ugye Windows 7-nél már például erre van lehetőség, hogy méretezheted utólagosan a partíciót, viszont az elsődleges partíciót azt nem. Tehát amin a rendszer van, tehát a rendszer partíciót, azt nem lehet méretezgetni, vagy legalábbis nem célszerű, mert van olyan eset, amikor engedélyezi, de és akkor megmaradhatnak rajta persze az adatok, de mi a cél egyébként? Azon a cél, hogy tudjak rá egy rendszert rakni, ami egy teljesen üres partíció most, tehát az nem volna probléma az adatvesztés, tehát ez logikaiból elsődleges, vagy azt hiszem ugyanaz rendszerpartíciót szeretnék csinálni, úgyhogy lehessen rá elrakni egy rendszert. Azt semmiképpen sem tudod megcsinálni, hogyha nem aktív alapból
Tehát úgy értem, nem. Hogy ha nincs rajta rendszer, akkor úgyis meg kell formáznod bootolhatóvá, természetesen. Tehát akkor meg adatvesztés van. Tehát úgy, hogy ne vesszenek az adatok, úgy ezt nem tudod megcsinálni semmi esetre sem. Tehát le kell menteni mindent. Én javaslom, hogyha ilyen módosításokat akarsz végezni, akkor egyébként is át kell gondolni, és logikailag a fejedbe persze össze kell pakolni, hogy hogy szeretnéd a partíciókat, és akkor úgy egyenként szépen létrehozni, de előtte lementeni mindent, létrehozni a partíciókat, és egyenként megformázni őket, és amelyiket szeretnéd elsődleges aktív boot partíciónak használni, akkor azt rendszerrel formázod le, tehát bootolhatóvá formázod. Oké? Okay. Értem, nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Nincs mit, köszi, hogy hívtál. Hello, hello. Jó. Nos, folytatjuk természetesen a témázgatást. Vissza is nézek a Facebookra gyorsan. Aztán beszélünk picit a digitális átállásról, illetve leállásról egész pontosan. Na látjátok, ilyeneket produkál nekem a Facebook. Weblap újratöltése, és akkor elvileg működik a dolog, de addig nem nagyon. Jó. Kaspersky Rescue Disk Linux-os legjobb vírus írtam be életemben, eddig találkoztam, és sikeres volt nálam. Ingyenes, fel lehet írni az ISO-t egy írható DVD-re, onnan kell indítani a számítógépet, egy Linuxból indul maga a vírusírtó, ismer mindent, amit csak lehet, mielőtt használod a CD-ről, jó a frissíted a készletet az internetről, olyan, mint a Windowsból frissítés, és nem foglalja feleslegesen a gépet Windows alatt. Hát igen, de nem is real time, ugye, tehát nem ilyen resident shield, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy időnként ellenőrzöd, az szép és jó dolog időnként ellenőrizni a gépet, hogy vírusos-e vagy sem, viszont ugye itt a legnagyobb probléma akkor van, amikor mondjuk egy vírus beszabadul a gépre, és mondjuk gyorsan elkezd terjedni, tehát ilyen szinten a rezidens vírusírtók a szerencsésebb megoldás, ami folyamatosan figyel. Oké. Jó, nem érkezett különösebb kérdés, akkor egy pár szóban a digitális átállásról. Ugye hát már évek óta zajlik elvileg a digitális átállás, ami annyit jelent, hogy az analóg TV adások mellett most már elég hosszú ideje elérhetők párhuzamosan a digitális adások is, amik ugye gyakorlatilag egy jobb képminőséget, szebb hangminőséget eredményeznek, sokkal több csatorna elfér gyakorlatilag digitális kínálatban, mint az analóg kínálatban, tehát ott ugye van egy viszonylag szűk keresztmetszet, ami nagyjából egyébként, ha belegondolunk, akkor nem olyan vészesen kicsi, tehát mondjuk egy kábel szolgáltató esetében ez egy olyan 70-80 csatornát is elérheti, akár az analóg csatornák száma, tehát elfér rajta fizikailag, viszont a minőség hát nem a legszebb, pont azért, mert viszonylag közel vannak egymáshoz a csatornák, lehetnek zavarások, stb. Ez az analóg jelnek ugye a sajátosság, a digitálisnál ilyen nincsen, ott is lehetnek hibák, ott meg ha nincs elég sávszélesség, akkor akadozik, kockásodik, stb. Ha jobban össze van tömörítve, akkor rosszabb a minősége ott is, viszont azért mégis korszerűbb megoldás, hát ez a cél, ugye Nyugat-Európában több helyen már teljesen leállították az analóg sugárzást, például ugye egy pár héttel ezelőtt az Egyesült Királyságban, tehát Angliában gyakorlatilag az utolsó analóg sugárzó tornyot is lekapcsolták, és már csak és kizárólag digitális adások érhetők el. Itt Magyarországon egyelőre párhuzamos ez a történet, tehát elérhetőek a digitális adások és az analóg adások is. Egyre több szolgáltató, kábel szolgáltató igyekszik a kínálatába ezt bevezetni. Van, aki ugye a DVB-C-s szabványt használja, van, aki IPTV-vel próbálkozik. Talán az IPTV a korszerűbb ilyen szinten, viszont azért a DVB-s történetet sem kell hanyagolni, pláne
hogy ugye interaktív tartalm, a IPTV-n ugye lehet interaktív tartalmat csinálni, viszont ezt nem mindenhol lehet megvalósítani. Tehát például a levegőben nem lehet interaktív tartalmat csinálni, tehát ez mindenképpen kábeles megoldással lehet ezt megoldani. Nos, október 31-én szerdán, azaz tegnapi nap folyamán Barcson Szalai Anna Mária, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint Piller András, az Antenna Hungária ZRT vezérigazgatója és Karvalics Otto polgármester közös sajtótájékoztatón indították el az országos digitális átállás folyamatát. A digitális átállás során legkésőbb 2014. december 31-ig az analóg műsorterjesztés helyébe digitális műsorterjesztés lép. Tehát gyakorlatilag ez az a határidő, amikor bizony le fogják itt Magyarországon is kapcsolni az összes analóg adást. A tévénézők számára az átállás az eddig megszokott három csatorna mellett plusz 4 tévé csatorna és 3 rádió ingyenes vételét teszi lehetővé. A digitális vétel emellett jobb kép és hangminőséget biztosít, és olyan kiegészítő szolgáltatások igénybevételét is lehetővé teszi, mint például az elektronikus műsorújság, valamint a gyermekvédelmi zár, amellyel a kiskorúak számára nem ajánlott csatornák kódolhatók. Az átálláshoz szükséges technikai feltételek megteremtéséhez az állam minden rászoruló jogosult számára támogatást ad. Szalai Anna Mária digitális átállás biztonságos megvalósításért felelős Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke elmondta, jó hosszú titulusa van Anna Máriánknak, az átállás során az NMHH kiemelt figyelmet fordít azokra, akik saját erejükből nem tudják beszerezni a korszerűbb televíziózáshoz szükséges eszközöket. A jogosultak számára a digitális adásvételéhez szükséges berendezéseket és a beszerelésben segítkező szakembereket biztosítjuk. A hatóságunk feladata, hogy a tájékoztatáshoz, a tudáshoz és a kulturális értékekhez való szabad hozzáférés lehetőségét a tévékészüléken keresztül is egyenlő eséllyel tegye elérhetővé mindenki számára. Önhibáján kívül senki nem maradhat televízióadás nélkül, sehol nem sötétülhet el egyetlen képernyő sem. Nemes gondolatok. Piller András, az Antenna Hungária vezérigazgatója kifejtette, az Antenna Hungária a digitális földfelszíni műsorszórás szolgáltatásával a lakosság 98%-át eléri. Mint mondta, felkészültek arra, hogy a digitális átállás biztonságosan megtörténjen. Mindent megteszünk azért, hogy a televízió nézők ne maradjanak televíziós szolgáltatás nélkül a digitális átállás során sem. A folyamat biztonságát a legkiválóbb szakemberek és a legmodernebb technikai berendezések csatasorba állításával támogatjuk, tette hozzá a vezérigazgató. Barcs polgármestere sikeresnek ítélte az NMH a városban végrehajtott tesztprogramját, és kiemelte azt a segítséget, amit a rászoruló jogosultak kaptak a hatóság részéről. A hatóság képviselői és a szereléssel foglalkozó szakemberek szinte házról házba járva térképezték fel a rászorulókat. Barcson 350, a kistérség teljes területén pedig 5000 háztartásban ingyenesen szerelték be a digitális televíziózáshoz szükséges berendezéseket, mondta el a polgármester, aki egyébként köszönetet mondott a város polgárainak is, akiknek a segítségével érdekes tapasztalatokra tehettek szert a szakemberek az országos átállás zökkenőmentes lebonyolításához. Ez gyakorlatilag egy közlemény is volt egyben, ami azt jelenti, hogy tényleg beindult tehát a digitális átállás, és egyre több helyen ugye az országban már a földfelszíni digitális adások elérhetők, több tucat adótorony sugározza már ezeket országszerte. Ezekhez ugye viszonylag egyébként, most laikusan természetesen ugye a rászorulóknak biztosítanak berendezéseket, de egyébként ezek a berendezések nem olyan vészesen drágák, tehát pont néztem a múltkor, hogy ilyen digitális földfelszíni adás vételére alkalmas set-top box gyakorlatilag ilyen 5000 forintokért elérhető már, tehát nem olyan vészes, amivel természetesen az ingyen adások foghatók. Persze, ha valaki prémium szolgáltatásokat szeretné igénybe venni, mert egyébként emellett még több tucat egyéb más csatorna is fogható, csak kódoltam, ezek már fizetős konstrukcióban működnek, ezekhez dekóder kártya kell, de ezek a set-top boxok gyakorlatilag alkalmasak arra, hogy bedugod a kártyát, és akkor ezek a plusz adások is jönnek, természetesen ezekért havidíjat kell fizetni, de a jól megszokott ugye 3 csatorna, plusz majd mellette még 4 darab TV csatorna adása tök ingyenesen fogható, plusz rádióadások is ugye jönnek ennek segítségével.
Úgyhogy senki sem maradt tévé nélkül, ahogy ezt ugye Szalay Anna már is megmondta. A kábel, itt sokakban merül fel a kérdés, hogy a kábel tévéknél mi a helyzet? Tehát ugye a digitális kábel, ott nem tudom, hogy mennyire van ilyen határidő megszabva, ugye itt, mint a föld felszíninél, ugye ez a bizonyos 2014. december 31. Van egy olyan érzés, hogy a kábeleseknél ez azért még egy kicsit tolódni fog, bár a tendencia ugye azt mutatja, hogy egyre többen egyébként digitálisan tévéznek. Ugye a műholdas televíziók esetében már szinte csak és kizárólag az összes magyarországi érdekeltségű műholdas, tehát DHT-s alapú szolgáltató már digitálisan sugározza az adását, tehát a műholdról lejövő jel az már szinte kizárólag digitális formában érhető el. Tehát akinek műholdas csatornái vannak otthon, tehát műholdvevő berendezéssel nézi a televíziók adását, tehát minket nem sajnos még, de remélhetőleg hamarosan majd minket is, de a televíziók nagy részét azzal nézi, az már digitális, illetve kábel tévén is, ha valaki a DVB-C rendszerben használja vagyis azon keresztül néz tévét, az már digitális. Elvileg az ország a 65%-a már digitális formában televíziózik, és hát az elkövetkező két évben ezt 100%-ra kell ugye tenni, hiszen a digitális átállás meg fog történni 2014. december 31-én. Jó, gyorsan áttekintek még a Facebookunkra, hiszen nagyon a műsor vége felé tartunk már, hogy van-e valami hozzászólás akár ezzel kapcsolatban, akár mással kapcsolatban. Igen, itt a vírusírtóra reagálnak, és gyakorlatilag ugyanazt mondta el itt a hozzászólók nagy része, amit én is, tehát hogy nem real time a dolog, tehát időnként vírus ellenőrzés is hasznos, ugye végignézzük, végigdaráljuk a merevlemezen lévő fájlokat, hogy nem a vírusosok, de a Resident Shield a célszerű, mert az rögtön jelez, ha van valami gond, tehát amikor éppen a vírus már támadásra kész, már akkor jelez. Oké. András írja itt, hogy neki az SSL-t, ha kikapcsolja, akkor nem működik a Facebook. Ez érdekes, ott a böngésződben van szerintem pluszba beállítva az, hogy ne engedje, hogy ne se, hogy SSL nélkül működjön, talán azért lehet ez. Nekem megy anélkül is a dolog. Jó, na hát nincs érdemben több kérdés, úgyhogy én fölteszek gyorsan egy játékkérdést, majd én kérdezek akkor. Méghozzá ezért az egér alátétért lehet játszani a fényképes ajándéktárgyak.hu felajánlásából fixes relikviaként lehet megnyerni. A játék kérdésünk pedig rendkívül egyszerű, aki figyelt az előbb, akkor már tudhatja is, mikor a várható a teljes digitális átállás, tehát mikor fogják lekapcsolni az utolsó analóg adótornyot is itt Magyarországon. Ez a kérdésünk 44-51-349, tessék telefonálni, egyetlen percetek van erre még, és megnyerhetitek ezt. Szerintem nem bonyolult a kérdés, megint csak azt kell, hogy mondjam. Tehát mikor fogják az utolsó analóg adót is lekapcsolni, mikor megy végbe a teljes digitális átállás itt kicsiny hazánkban, ez a kérdésünk. Jó. Mi van itt még, amiről érdemes beszámolni? Talán azt arról még egy-két szót, hogy rekord mennyiségű adatot loptak mobilról. A tokiai rendőrség azzal gyanúsít 5 embert, hogy vírussal megfertőzött 90 ezer okos telefont, illetve ellopta a készüléken tárolt személyes adatokat. A hackerek androidos telefonokon futó alkalmazásokba rejtettek el vírust, amely lemásolta és továbbította a megfertőzött készülékek névjegyzékét, illetve névjegyzékét. A rendőrség szerint az elkövetők összesen 11,83 millió személyes adatot szereztek meg a 90 ezer felhasználótól. A tokiai lap szerint ez minden idők legnagyobb mobiltelefonokat érintő adatlopása. A gyanúsítottak közül 3-an beismerő vallomást tettek, 2 nem ismerték el a bűnösségüket. Az elkövetők közül 3 megrendelőként, 2 fejlesztőként vettek részt az ügyben. A mobil vírus 500 000 jenbe került a megrendelőnek. A rendőrségi források szerint a megrendelők egy azóta megszűnt internetes vállalkozás termékeinek hirdetésére akarták felhasználni az ellopott személyes adatokat. Többek között egy online társkereső oldalra akartak látogatókat csalogatni. A rendőrség szerint a terv kitalálója korábban megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat, közöttük az adatokat tároló szervert is, de miután a Twitteren elterjedt a csalás híre, így nem járt sikerrel.
Úgyhogy vigyázzunk mindenképpen, hogy hova adjuk ki az adatainkat, meg milyen alkalmazásokat telepítgetünk a különböző alkalmazásboltokból, mert még így sem vagyunk biztonságban, hogy elvileg ugye mindegyik szolgáltató, minden operációs rendszerhez tartozó alkalmazásboltban azért szűri, hogy milyen alkalmazásokat enged letölteni, de még így is bekerülnek olyanok, amik esetleg alkalmasak arra, hogy adatokat lopjanak a telefonunkról, mint ahogy itt Tokióban is így jártak, 90 ezeren is, azért az nem kevés szám. Jó, van egy telefonálónk, reméletileg a megfejtőnk a vonalban. Halló, halló, szia! Halló, szép estét! Hello. A megfejtés az 2014. december 31. Így van, tehát 2014. december 31, ekkor fog végbe menni 100%-osan a digitális átállás itt hazánkban. Gratulálok, jó volt a megfejtés, tiéd a fixes egér alátét a fényképes ajándéktárgyak.hu felajánlásából. Ne tedd le a telefont, Krisztián mindjárt elmond neked minden információt ezzel a kapcsolatban. Oké? Okay? Rendben. Köszönöm, hogy néztél, köszönöm, és hívtál. Szia-szia! És mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, ez volt mára a Restart. Holnap remélhetőleg Restart extrával jelentkezünk. Mindenképpen jelentkezünk, ez a lényeg. Ha extrával, akkor extrával, ha Restarttal, akkor Restarttal, de én mindenképp itt leszek. Nézzetek holnap is 5 órától ugyanitt a Fixen. Sziasztok! Együttműködő partnerünk proserver.hu Fényképes ajándéktárgyak.hu